Okay. Ez a nap is eljöttem, Pibi. Várjál, biztos vagy az ügyben? Szerintem igen. Már most de... még elfuthatsz, gyerekek. De most már tudjátok, innét majdnem. Fogjátok ez a csávot, mert most ennek beküld, aztán meg itt hagy. Gyönyörűen. Ott a Balaton még az olyan csábító, nem? Hát szeretem a vizet, de ez elhelyzott talán jobban. De hát itt van a kapu, hello, hát ez hogyan van? Hát de zörgetni kell már a kaput. Hát itt van, hello, itt, be, itt beengednek itt minden jött mentet. Hello! Kopogás nélkül beront az ajtóstól a házba. Szabad bejönni? Igen. Érdekes lesz szám az úti célunk, vagy hát amiért jöttünk. Kiket keresnek, vagy kit keresnek? Itt hiszen meg lesz. Meg? A dicsőség a háznak, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én itt a vőlegény követségével járok. Vőlegényünk Dani arra adta a szavát, hogy kikérjem neki drága mennyasszonyát. Esküvőre vinni házasság céljából. De erősen van most ő a szavaknak ilyen. Kedves Eszter! Itthon tetszel lenni? Én most te hozzád szólok. Tisztemből adódik, hisz én vagyok a szónok. Kedves jó Eszter, hallgass most szavamra. Búcsúzz el szüleidtől egyesével sorban. Küldve egy kicsit segítek neked azért. Kedves jó szüleim, én előttetek állok. Könnyes az én szemem, és búcsúzok és válok. Búcsúzom, mint vándormadár kis fészkétől, és elválok tőletek, mint gyümölcs a törzsétől. Könnyezem, mert válni, búcsúzni oly nehéz. Szemem szüntelenül vissza-vissza néz. Sírva tekint vissza, apám, anyám rátok, kik hozzám mindig hűséggel voltatok. Fölteszem a kérdést, mert ez a tisztem, hogy adják ezt a szép fiatal leányzót ehhez a csinos vőlegényhez. Igen. Köszönjük. Köszönöm a vőlegény nevében. És hát további szép ünneplést kívánok önöknek. Meg hát természetesen várjuk a mennyasszonyt, mert mint tudjuk, ő nem láthatja szemével mennyasszony ruhában addig, amíg el nem jön az ideje. Igaz. Jó? Igen. Akkor kellemes készülődést. Köszönöm. Ez az! Ez a beszél! Köszönöm! Az Ákos, ez most így jártam. Arról lecsúsztál.